Az elmúlt időszak viszonylagos bezártsága megviselte a gyerekeket és a pedagógusokat, különösen azért, mert itt a dombóvári belvárosi iskolában a tantestület jelentős része átélte a koronavírus fertőzés nehézségeit. A tanévből visszalévő idő arra lesz elegendő, hogy a lehetőségekhez mérten visszarázódjanak a gyerekek az iskolai rendbe. A gyerekek egy része nagyon örült, hogy otthon lehet, és nagyobb szabadsága volt, mint akkor, amikor reggeltől estig iskolába kellett járni. Viszont nagyon hiányzott a gyerekeknek is a közösség, és az a régi megszokott, jól védekződött rend, ami itt kialakult jó néhány év alatt az iskolában. Az a feladat, erre 5 hetünk van a felső tagozat esetében, kicsit több az alsó tagozat esetében, és pótolnunk is kell dolgokat, de azt gondolom nem ez az első számú prioritás. Az az első számú, hogy újra gyerekek legyenek, közösségbe éljenek, és hogy a régi, jól bevált menetrendet vissza tudjuk állítani. Emberei és diákja válogatja, hogy ki hogy állt ehhez az online oktatáshoz. Voltak gyerekek, akik nagyon jól csinálták, napi szinten megtartottuk az órákat élő online meetes felületen, küldtük nekik az anyagokat, és van, akinek tényleg célja van és küzdés készült. De az tény és való, hogy azt a személyes kapcsolatot és azt a bejáratott gyakorlatot nem tudtuk folytatni, amit évekig megszoktak a gyerekek, és ezért biztos, hogy vannak olyan hiányosságok és olyan fehér területek, amit az elkövetkezendő években szépen aprólékosan be kell pótolni és fel kell építeni. A belvárosi általános iskolában Dombóváron kiemelkedő jelentősége van a zenei képzéseknek. Ebből következően a ballagás is egy színes, a régióban is híres rendezvénye az iskolának. Már ha lehet ballagást rendezni. Idén a vírus veszély miatt a megszokott formában egész biztosan nem. De az iskola vezetése nem adta fel, mert azt tartják minden végzősnek és a családtagjaiknak megjár az ünneplés. Tehát ha törik haszakat, ők bizony szerveznek búcsút a 8-osoknak. Én azt gondolom, hogy ha mindenki együtt gondolkodik és egymást segíti, akkor ki fog járni, és meg is fog történni. Egy dolgot nem nagyon fogunk tudni befolyásolni talán, az az időjárás. Minden egyéb mást azt gondolom, ha rajtunk és a város vezetésen múlik, meg a fenntartónkon, akkor meg fogjuk oldani. Nálunk tradicionális nagy hagyomány, hogy az iskola legnagyobb eseménye a 8-osok ballagása. Tényleg dél-dunántúli régió híres ballagásokat szoktunk szervezni, az énekzene tagozat megadja ennek az alapját és a hátterét. És most ezt nem lehet megtennünk itt az aulában, mert a jelenlegi szabályozások, amelyek legalább már lehetővé teszik a ballagást, azt nem teszik lehetővé, hogy ezt beltéren történjen. Sajnos nekünk nincs olyan szabadtéri nagy udvarunk, ahol egy ilyen népes tábort fogadni tudunk, ezért a városvezetéssel folyik most az egyeztetés, hogy az iskola előtti vagy melletti területeken hogyan tudjuk megszervezni méltó módon a 2020-21-es évben lévő 8-osok ballagtatását. Ez idén 4 osztályt, kereken 80 gyereket jelent. Szenyériné Szabolcska Julianna intézményvezető azt mondja, egyelőre nincs kétségbeesés a gyerekek körében, nagyon bíznak az iskola vezetésben és a szülői háttérben, és remélik, emlékezetes ünnepségen búcsúzhatnak majd az iskolától. Nagyon várják, nagyon szeretnék mindig azonnal tudni, hogy mit, mikor és hogyan fog történni, mi pedig mindig mondjuk, hogy csak kis lépésekbe tudunk előre haladni, de azt gondolom június 12-e, ami a ballagás kitűzött napja, addigra minden sinál lesz, és mindent meg tudunk valósítani, úgyhogy az ő megelégedésükre is szolgáljon. Az biztos, hogy mind a 80 családnak maradéktalanul nem tudunk megfelelni. Nem azt fogjuk hozni helyszínben, mint amit ők eddig megszoktak, láttak és várnak, de igyekszünk színvonalban azt teljesíteni, amit eddig megszoktak ettől az iskolától. Egyetlen ellenfelük van, és ez az időjárás, mondja az iskola igazgatója. A tervek megvannak arra, hogyan rendezik majd át az iskola előtti teret annyira, hogy itt elférjen az összes iskolás és vendég. A város vezetése partner az elképzelésekben.